Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Hogy rohan az idő, és már itt van év vége, hamarosan indul az új esztendő. Ez egy átmeneti időszak, nagyon varázslatos és misztikus. Úgy szokták mondani, ezeken a napokon a szellemek uralkodnak. Persze vannak jó szellemek, és vannak rossz szellemek is. Én ezeken a napokon szertartásokat tartok, hogy elüldözzük a rossz szellemeket, és hogy szerencsénk legyen jövő évben. Én karácsonykor indítok, tehát december 25-én a szertartások eltartanak január 5-éig. Minden nap kihat egy hónapra. December 25-e kihat január hónapra. December 26-a kihat február hónapra, és így tovább. Tehát minden szertartás szerencsét hoz egy bizonyos hónapra. Azon kívül minden szertartásnál, tehát minden napon van egy más téma, ami érint bennünket, kihat az életünkre, kihat a sors utunkra, és ezeknél a témáknál a szertartás szintén szerencsét hoz. Feljelölheted magadat e-mailen keresztül ezekre a szertartásokra. A díjam szertartásonként 4000 forint. És most megtekintjük azt, hogy melyik napon, melyik hónap hat, és melyik témák hatnak ki ránk. Január 2-a. Még mindig ezekhez a titkos napokhoz, illetve éjszakákhoz tartozik, hiszen még mindig a szellemek éjszakájáról van szó. És ezen az éjszakán tartok egy szertartást. Ez a szertartás kihat szeptember hónapra és bizonyos témákra is. Ügyelj arra, hogy miként éled át január 2-át, hiszen ezt az energiát átviszed automatikusan szeptember hónapra, amiben a szertartás segíthet, hogy szerencséd legyen szeptemberben, és, mint mondtam, kihat bizonyos témákra is, nem csak szeptemberben, hanem egész évben. Itt óv ez a szertartás attól, hogy mások lenézzenek téged, vagy bántsanak téged, hiszen gyakran kihívásokról, nehézségekről van szó az életben, és védeni kell magadat, ebben segíthet ez a szertartás. Azon kívül segít abban is, hogy okos, megfontolt döntéseket hoz, és hogy beszélj másokkal, hogy meggyőzz másokat arról, hogy az, amit te kimondasz, annak van hatása, vagy vannak nálad jó tervek, ötletek és jó döntések. Az is fontos, hogy tisztázódjon valami, és hogy rend legyen körülötted, ebben is segít ez a szertartás. Amit még nyújthat, hogy legyen egy tartós párkapcsolat, egy biztos munkahely és jó anyagiak. Azon kívül, hogy lásd a reális dolgokat. Vagy azt is jelentheti, hogy hogyan tudod megvalósítani az elképzeléseidet. Ez a szertartás segít tanulásnál és
a vizsgáknál is. Mint mindig, itt is van egy gyógyító erő, és itt a te saját gyógyító erődről van szó. Ez segít a gyógyulásnál, vagy azt is jelentheti, hogy ez a hivatásod, és élni kellene a hivatásodat. Amit ez a szertartás, vagy január 2-a még jelent, az a tudás és a bölcsesség. Ebben tudok segíteni neked. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!